Nem mindennapi mini állatkertben jártunk Pécs határában. A Mancsrendcset vezető Fejes Rózsa néhány éve kezdett foglalkozni a különleges állatokkal. Most arra kész vadaspark alakult ki a Patacsi telken. Itt nálunk a Mancsrendcsen vannak kutyák, három különböző fajtájú kutyus, Jack Russell Terrier, kánekorzó, illetve közép-ázsiai juhász, van kettő benetkengurunk, kettő huakaja alpakán, kettő koati medvénk, egy búbos kacsánk, egy néma kacsánk, akkor vannak nagyon különleges angora nyusziaink, van núbiai kecskénk, burkecskénk, holland törpe kecskénk, törpemalacunk, kettő különböző fajtájú, illetve vannak holland törpelovak, mini shetland pónik és egy fehér törpe csacsink is van, illetve van még cicánk is. 2016. novemberében alakultunk meg a Mancsrendcse, és eredetileg iskolás és óvodás gyerekeknek reszoktatásával foglalkoztunk. Ez egész pontosan a Mancs program, ahol egy játékos kiskutya segítségével a gyerekek megtanulhatják az őket érintő közlekedési szabályokat. Ez a Mancs program. És felmerült az iskolák, óvodák részéről, hogy esetleg más állatokkal is megismerkednének a gyerekek, és így szépen sorba jött egyik állat a másik után, és a végén elég szép számmal kibővültünk most már. Felmerülhet a kérdés, mit esznek a különböző fajok? Húst, zöldséget, esetleg valamilyen különleges ételt? A lovak, kecskék, alpakák, sőt még a malacok is ugyanazt teszik. Szénát kapnak, friss zöldet kapnak, sárgarépát kapnak. Hetente kb. 60 kg sárgarépát etetünk meg az állatainkkal. Az alpakáknak egyébként az egyik fő kedvence a sárgarépa, almát, friss almát kapnak. Egyébként ezt télen is, télen-nyáron kapják ezeket az ételeket. A mackók azok inkább a húst, nyers tojást szeretik jobban, de ők is kapnak egyébként gyümölcsöt, tehát most ugye a szezonális gyümölcsöket, cseresznyét, dinnyét. Nyuszik azok inkább a salátát szeretik jobban. Kenguruk azok meg szintén a salátát, sárgarépát imádják. Olyan állatokat igyekeztem összeválogatni, akik ugye nagyon-nagyon jól bírják az itteni klímát, illetve ezeket a szélsőséges időjárási viszonyokat, és én ahogy látom, természetesen időnként őket is kell, hogy hűtsük, de nagyon jól viselik. A mi állataink azok nem csak nagyon-nagyon extrém módon szelidek, de nagyon okosak is. Nálunk mindegyik állat dolgozik, tehát kismaszatta törpemalacunk is megy végig az akadálypályán, karikán átmegy, kecskéink szintén kecskeegilitit csinálnak, sőt még a kacsáink is tudnak trükközni, Carlos, ugye a kis búbos kacsánk, de kutyák, lovak, tehát többek között Fülöpön a mini póninkon papaja koati mackónk lovagol, ővel akadályt ugrik, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon ügyesek az állatok. Az az igazság, hogy amint látjátok, itt elég pici a terület, tehát túl sok állatot nem jó összezsúfolni, mert akkor már nem lennének kellően boldogok. És ugye nekem az a célom, hogy azok az állatok, akik itt élnek velünk, ők boldogok legyenek, mert egy boldog állat tud úgy viselkedni az emberekkel, meg az idejövő gyerekekkel, illetve mi elmegyünk ott is, akinek megvan mindene. És ha már túl sokan lennének összezsúfolva, akkor már nem lenne annyira jó, úgyhogy túl sok állatot már nem. Vannak vágyálmaim természetesen, tehát nagyon szeretnénk még egy kis rókát, illetve talán még vadászgörény, de kicsire az esély, hogy ezek az álmok valóra válnak.